egy ilyen, noha nyilván konvencionális jubileum, vagy időpont, inkább azt mondanám, hogy 60 év, az mennyiben releváns, tehát hogy ez mennyiben megélhető, tekintve, hogy a prózád az ilyen szempontból az időt minduntalan kikapcsolni próbálja talán. Hát, nehezet kérdezel, ez öröm, mert nem tudom, hogy megfelelő lesz a válasz, de azt hiszem, hogy az írásaim jelentős részében, vagy a prózámban legalábbis más nem tudtam csinálni, csak kérdezni. Tehát úgy érzem, hogy válaszom nincs. Kérdéseim vannak. Kérdések vannak, a kérdések újabb kérdéseket gerjesztenek az emberben, és a te kérdésed is tulajdonképpen csak egy újabb kérdést tenne föl bennem, vagy tesz föl bennem, hogy miért nem tudnék, vagy miért nem tudok erre a kérdésre neked méltóképpen, vagy megfelelően igennel, vagy nemmel válaszolni. Ha szóba hoztad a születésnapot, a 60 évet, az embernek hát, hogy mondjam, erre, tehát nem lehet egy szóval válaszolni, hogy mit ér az ember, vagy mi van belül, vagy mit gondol. Borzasztó összetett dolog. Sokszor ugyanúgy 5 éves kisfiúnak érzem magam, aki áll Újpesten a házuk udvarán, vagy a kapuban, és nézelődik, és várakozik. Talán annyi a különbség az eltelt idő alatt, hogy bizonyos dolgokat azért jobban meg tudok fogalmazni, jobban fel tudom, értelmesebben tudom feltenni a kérdéseimet. Ez alatt az eltelt mondjuk 55 év alatt, 5 éves koromtól számított idő alatt. De belül talán sok minden változatlan. Annak ellenére változatlan, hogy az ember rengeteg tragédiát, bajt, betegséget átélt saját maga hozzátartozóival, tehát megkérgesedett, kérgesebb lett, durvább lett. Nem finomodott az ember, nem finomodik, hanem igenis durvább, kérgesedett lett, vagy közönösebb lett, vagy hogy mondjam, vagy magányosabb lett. De ugyanakkor az 5 éves kisfiú bennem még mindig várakozik a kapuban, vagy akár délután, vagy akár este van. Tehát tulajdonképpen az életemnek, az eltelt 60 évnek az egyik fő motivuma, vagy a fő jellemvonása tulajdonképpen ez a várakozás. Hogy tulajdonképpen én most is a várakozás állapotában vagyok. Hát most mire várok? Pontosan talán azt tudnám most már mondani így 60 év elteltével, hogy az igazi örömre, az igazi boldogságra várnék, vagy várok. Tehát én ellentétben mondjuk az emberiség egy részével, ugye aki a megváltó első eljövetelére vár, mert az emberiség is ebben az állapotban van, folyton a várakozás állapotában van, a másik része meg a második eljövetelére vár, ugye a keresztények. Tehát, de én nem megváltásra, megváltóra várok, én arra várok, vagy várnék tulajdonképpen, hogy igazán jól tudjam magam érezni, a napnak nem 2-3 percében, vagy 2-3 órájában adott esetben, mondjuk amikor sportolok, vagy teniszezek, hanem a 24 órájában, éjjel-nappal. Tehát, hogy itt a valóságnak és a képzeletnek egy olyan viszonya van, vagy mutatkozik, ami bizonyos értelemben fölülírja azokat a még oly művelt olvasói elképzeléseket is, amelyek arról szólnak, hogy hát egy író ül, és akkor van valamilyen nyersanyaga, és aztán azt elkezdi továbbfejleszteni, és a képzelete olyan generatív munkákat végez, amiből aztán lesznek ilyen és olyan eredmények. Erről a tapasztalatról, és erről a kicsorbíthatatlan alapállásról mondj nekem valamit. Igen, ez egy
megrögzöttség, egy rögeszme is tulajdonképpen, ami nem tudtam, meg nem tudok változtatni, és ugye egyáltalán nem egy íróra, egy írói jellemvonás, vagy nem egy íróra jellemző valami ez, aki ugye nem tud fikciót írni, nem tud kitalálni történetet, nem tudja továbbfejleszteni a saját történetét. Mondta valaki, hogy csak ez elhogy bejegyzem meg, hogy amin most dolgozom, hogy a besugóim, akik barátaim is voltak, hogy ebből az anyagból, ó, XY milyen fantasztikus könyvet tudna csinálni. Ugye megvan az alap, és akkor hát ugye elviszi. Hát én nem, én küszködöm ezzel is. Nem tudom ennek mi lehetett az oka, vagy mi az oka igazán, hogy nem tudtam egyetlen egy nevet megváltoztatni, illetve hogyha megváltoztattam, akkor nem tudtam tovább írni akkor semmit, akkor megálltam, leálltam. Tehát, hogy valóban a valósághoz való rögeszmés ragaszkodás a valóságnak, nem biztos, hogy jó szó ez, hogy a tisztelete, vagy a valóságnak a... De semmiféle, eszembe jut, nem véletlen, hogy gyerekkoromban igazából nem szerettem soha a meséket. Tehát soha nem szerettem az olyan történeteket, amik kitaláltak voltak, meseszerűek voltak. Ami nem, ez nekem nem. Lehet, hogy innen van ez az én örömre való képtelenségem, hogy egyszerűen nem tudok. Például a filmeket is csak, azokat a filmeket szeretem igazán, amelyek a mi korunkban, a mi időnkben játszódnak, legfeljebb vissza lehet menni mondjuk a 20-as évekig, de ha már múlt század vagy kosztümös valami, az már engem nem érdekel, vagy távol áll. Tehát igazából azt, amiben élek, vagy amiben éltem. Ezért volt érdekes módon, 12 éves voltam, és igazából nyilván nem tudtam felfogni még, hogy miről szól az a film. Apám vitte rá, még Újpesten, Jancsó Miklósnak az Oldás és Kötés című filmje, amit 63-ban csinált. Abban a filmben én ugyanolyan öltözékben láttam az embereket, amiben mi öltöztünk, illetve ugyanolyan orkánkabátra vágytunk, amilyen a Latinovics hordott, és ugye házibuli jelenet volt autóra is. Igen, ugyanolyan autóra, és házibuli jelenet volt a filmben, ahol twistet táncoltak, és mi az iskolában twistet táncoltunk, és engem ez a film lenyűgözött, és azt mondtam, hogy nekem már is ez a film, tehát ez egy csoda a házibulival, és a tehát stb. A többire a háború és béke, a Bondarcsuk féle háború és béke, vagy a Őfesélye kapitánya, hát igen, megnéztem, vagy valami Shakespeare, Kleopátra, vagy nem tudom én, hát igazából ezt én nem, ugye, mert hát az már nem abban. Nem tudom, hogy ez mitől van, viszont nagyon érdekes, hogy ezt is meg kell jegyezni, hogy később, akkor még erről nem tudtam, ugye tulajdonképpen visszaigazolást, hogy van ilyen, hogy lehetséges ilyen egyáltalán, visszaigazolást kaptam az amerikai irodalomból, ugye például Jack Kerouac-tól, aki az Útonnak az első változatát úgy írta meg, hogy mindenki az eredeti nevén szerepelt, de ott érdekes módon ezt Amerikában nem fogadták el, a Malcolm Chloe-nak azt hiszem, azt mondta, hogy át kell írni a neveket, húzni kell, stb. De hát a Kerouac, most már ugye van névmutató a könyveihez, tehát lehet tudni, hogy melyik szereplő, kicsoda a Ginsberg, vagy Gregory Corso, ugye, vagy a Gary Snyder, de hát őt próbálta ezt csinálni, hogy saját valódi neveken írni, arról, ami vele történt, amit ő átélt, azokat a dolgokat, én is így próbáltam meg. Persze, nyilván ezt nem lehet így, nem lehet, az emlékezet torz, azért nem lehet mindenre úgy emlékezni. Nyilván, ha azt is mondják, hogy az ember leír valamit, abból rögtön fikció lesz. Tehát, meg ha leírok egy nevet, aki valóságban ugyanúgy hívják ezt az illetőt, mondjuk Kilai Dorottya, ugye azt mondták, hogy hát ez nem lehetséges, mert ilyen nevet, de biztos kitaláltam, ilyen név nincs, ugye? Mert milyen szépen hangzik, vagy Hatókai Szaniszló. De hát tényleg így hívták őket, hát nem tudom, Misák Mercedes. Hát így hívták a 60-as években, így nevezték el 50, nem tudom én hányban. Tehát, de hogy akkor már fikció lesz az egészből, de nem tudom. Szóval egyszerűen, és aztán még voltak ilyen igazolásaim, például Mándi Iván, aki szintén ugye azt mondta, hogy igazából ő se tudott, vagy nem tud kitalálni semmit, hogy nincs fantázia. Ugye nincs fantáziám, nincs, tehát nem tudok, ragaszkodok ahhoz, amit átéltem, amit velem az apám művelt, egyik szállodából a másikba vitt. De mondom, ez nem igazi, tehát nem igazi
íróra valló vonás, vagy nem egy igazi írói sajátosság. Tehát ez egy nem írói, vonás, tehát azt hiszem. Tehát, de vannak ilyen írók, akik így írtak, és aztán, hogy ebből mégis, és nem azon se sértődnék meg, vagy nem sértődtem meg, vagy nem sértődöm meg, hogyha valaki ezt nem nevezte, vagy nem nevezi igazi irodalomnak. De nem lehet ezt se dokumentum sem mondani, se naplónak, se levélregénynek, se... Tehát mindenből van egy kicsi, tehát olyan köztes műfaj. Nagyon érdekes, hogy az első prózakönyvemmel volt azért nekem gondom a Magvető könyvkiadóval, ugye ez a 91-esen nyugodtan elhatok cíművel, mert ott is az volt a probléma a lektoroknak, hogy mi ez, mi ennek a műfaja. Se ez, se az, se amaz. És akkor Kesszei Rezső, aki mindenképpen szerette volna, hogy ez a könyv megjelenjen, és Ásternek meg is jelentő, kitalálta azt, hogy írjuk alá ugye alcímnek, hogy naplóregény. Hát ebben belementem, írjuk oda a naplóregény, kitalálta ezt, hogy naplóregény, és akkor valahogy a lektorok, a többi lektor is ezt, hogy valahogy el tudta fogadni a kiadó, és a könyvet megjelentették. Mert a műfaji megközelítés, a műfaji, tehát az nem volt egyértelmű, nem igazi regény. Ugye prózának próza, de hát olyan megfogadatlan, hidegtű. Lassan elveszíted megmaradt képességeidet. Ahhoz hasonlóan, ahogy most megreped és eltörik ceruzád grafit hegye. Nem fog az agyad. Meg kell adnod magad a nem létező sorsnak. Nem a hatalomnak. Értelmét nem látod, mégis szólítgatod magad. Újra és újra megpróbálod, eszközök nélkül, egyedül, hanyatt. Váratlanul megtalálod ceruzád grafitbelének darabkáját a takaródon. Hidegen hagy. Ez a karácsonyod. Összefüggéstelen, mint gyermekkorod. Mondod most, de már nem tudod, hogyan volt, csak azt, hogy volt. Nem tudod megismételni a képességeket. A dadogó ceruzát ki kell hegyezned. Papírszelet kékre hull a grafit és a forgács. Tekeredik, kunkorodik. Ha kitörik a hegye, be lehet látni a tátongó lyukba, mintha sír lenne. Sötét és mély, ahogy Laurie írta. A barátom sírja.